Elhunyt szeretteinkre emlékezünk, tízezrek látogattak ki és gyújtottak mécsest a debreceni köztemetőben. Reformátusok ünnepe, a nagy templomban istentisztelet, az emlékkertben pedig koszorúzás volt. Tehetségek Debrecenben, kézilabda akadémiai kiválasztó helyszíne volt városunk. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. November 1-e kedd van, minden szentek napja, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Az üdvözült lelkekre emlékezik a keresztény világ. Debrecenben ma is az elmúlt napokban tízezrek látogattak ki elhunyt szeretteik, hozzátartozóik sírjához, hogy virágot, koszorút helyezzenek el és mécsest gyújtsanak. A hagyományokhoz híven november 1-én minden szentek ünnepén most is emlékműsort és egyházi megemlékezéseket tartottak a köztemetőben. Ha valami lenne benne, minden percem úgy elégne. Minden szentek napján a debreceni és a nyíregyházi művészek rövid műsorral emlékeztek meg az elhunytakról a debreceni köztemetőben. Az embereket te meghagyod holdi. Ezt a történelmi egyházak ünnepi alkalmai követték. Elsőként Lovász Krisztián református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz. Ige hirdetésében arról beszélt, hogy sok mindennel van megpakolva a szívünk, és a sok könnycsepp jelzi, hogy nincs mindig mosoly az arcunkon. Tiltakoznánk a halál ellen, és sok minden más ellen, ami ellenünk az élők ellen szól. Húsvét óta igenis megtanulhatjuk, hogy egy valaki mellettünk szól, az Atyaisten, aki fiában Jézus Krisztusban közellépett, az életét értünk ideadta, és feltámadta halálból, hogy szembe jöhessen velünk. A római katolikus szentmisét Krakonperger Zoltán, püspöki helynök celebrálta. Ő úgy fogalmazott, hogy a szentekkel való közösségünk, kapcsolódás az értünk megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus életéhez. Ők, ahogy mondta, már ezt a megdicsőült húsvéti életet élik, örökkön örökké. Amikor elhunyt szeretteinkért is imádkozunk, akkor ott van bennünk az a benső vágy, hogy ők is legyenek részesei Krisztus húsvéti életének, miként mi magunk is, amikor befejeződik földi zarándok utunk, amelyet az egyház közösségében most járunk. Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Az egyházi megemlékezések sorát a görög katolikusok szertartása zárta. Szarka Gergely parókus kiemelte, emberi életünknek egyedüli léte és legfontosabb ismerete az, hogy megértjük-e, ez a földi életünk csak véges, de folytatódik valahol, reményeink szerint Isten országában. Sötétedéskor pislákoló mécsesek ezreinek fénye világította meg a sírokat. Ezeket az ide látogatók gyújtották azért, hogy így emlékezzenek elhunyt szeretteikre, hozzátartozóikra. Október 31-e a reformáció emléknapja. 1517-ben ezen a napon szegezte ki tételeit Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára. Erre emlékeztek hétfőn a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentiszteletet követően az emlékkertben megkoszorúzták a gályarabok és a reformáció emlékművét. Október 31-e a reformáció ünnepe. Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged! A debreceni nagy templomban a tiszántúli református egyházkerület püspöke hétfőn este hirdetett igét az ünnep alkalmából. A reformáció ideje óta a protestáns egyházak ünnepi pillanatait megkoronázzák ezek a szavak, amelyek kibocsátanak bennünket az élet sűrűjébe. A templomból úgy mehetünk ki, hogy a templomon kívüli világban az Isten áldása kísér bennünket. Az istentiszteleten felelevenítették Milius Juhász Péter alakját. A debreceni református lelkész és püspök a 16. század meghatározó alakja volt a tiszántúli református egyházkerületnek. Mindössze 40 esztendőt élt. Sokszínű szellemi és egyház szervező tevékenysége nélkül azonban nem csak Debrecen és a Tiszántúl,
hanem az egész magyar protestantizmus szegényebb lenne. Az ünnepi istentiszteleten a hívek úrvacsorát vehettek magukhoz, majd az emlékkertben megkoszorúzták a gályarabok és a reformáció emlékművét. A tervek szerint januártól fogadja a gyerekeket a Tégláskerti Református Óvoda bölcsőde. Az épületet hétfőn áldották meg. A beruházás 740 millió forintból valósul meg, részben kormányzati, illetve egyházi forrásból. Még aznap letették annak a bölcsődének az alapkövét is, ami 56 gyermek ellátására lesz alkalmas. Ez 821 millió forintos uniós forrásból épül majd fel. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét. Hétfőn délelőtt Vagy Zsigmond esperes áldotta meg a Tégláskerti Református Óvoda bölcsőde épületét. Az intézmény összesen 66 gyermek befogadására alkalmas. Januárban két óvodai és két mini bölcsődei csoport indul majd. Az intézmény férőhelyeinek 90%-a már most foglalt. A két csoportos óvodát nem is tudtuk 100%-osan feltölteni, mert figyelembe kellett venni azt, hogy azok a gyermekek, akik mini bölcsödét elkezdik most januárba, azok közül már lesznek olyanok szeptemberbe, hogy mennek óvodába. És nekik a helyet biztosítani kell, tehát nem tudunk helyére felvenni. Az épület hűtés-fűtése hőszivattyúval, az áramellátás pedig napelemekkel lesz biztosítva. A beruházás a Magyar Állam támogatásával a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programja keretében mintegy 740 millió forintból valósult meg. Az ünnepi hálaadó istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúri Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A Magyarországi Református Egyház 66 óvoda építésére, bővítésére kapott lehetőséget. Ebből 23-at építhetünk fel a Tiszántúron. Debrecenben pedig 4 óvoda kapott lehetőséget. 3 új épület és 1 bővítés. Istennek adunk hálát, hogy itt tarthatunk. A jelenlévőket Piros Zoltán is köszöntötte. A városrész önkormányzati képviselője méltatta a beruházást. Nehéz időket élünk mostanság, pandémia, háború a szomszédban, különböző gazdasági válságok, és erre mire válaszol Debrecen városa? Óvodákat, bölcsödéket, iskolákat épített, újított meg. Hétfőn letették annak az 56 férőhelyes, 4 csoportszobás bölcsödének az alapkövét is, ami 821 millió forintos Európai Uniós támogatásból épül majd fel. Rettegés, borzongás, kacagás, egyikből sem volt hiány hétfő este a Vidán Parkban. Az időjárás kegyes volt, így a szezonzáró Halloween partin sokan bújtak rémisztő jelmezbe. A nagy erdő fái alatt idén is több százan bulisztak. Sikításokból is volt elég hétfő este a nagy erdőn. A háromnapos vidámparki szezonzáró csúcspontja a Halloween party volt. A borzongások éjjelén sokan bújtak rémisztő jelmezbe, aki meg nem, az pedig egész este a rettegést hajszolta. Arra várunk, hogy valaki megijeszte minket, nagyon, nagyon. Meg akarunk ijedni most. Most be akarunk menni abba a házba, abba elhagyatott házba, hogy nagyon megjegyünk. A szervezők tapasztalata alapján évről évre egyre többen sminkelik félelmetesre az arcukat, és öltenek ijesztő jelmezt. Kreatív megoldásokból most sem volt hiány. Most nagyon-nagyon sok jelmezessel találkoztunk, és nem csak egyéni jelmezek voltak, hanem családok is öltöztek be. Éppen egy Adams Family-nek öltözött család nyert el az első díjat. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak, és nagyon boldogok. Adams-ékkel mi nem találkoztunk, de zombikat, falfehéres minkelt arcú lányokat és boszorkányokat láttunk. Utóbbiak táncra is perdültek. A parti számtalan programot kínált a szórakozni vágyóknak. A rendezvény sátorban például bűvész illúzionista ejtette álmulatba a közönséget, de emellett a klasszikus vidámparki játékokat is sokan választották a szezonzáron. Ok.
Október végén elkezdődtek a központi kézilabda akadémiai kiválasztók. A lányok számára hétfőn Debrecenben rendezték az egyik tesztnapot. A kiválasztókat idén először közösen szervezik a kiemelt hazai utánpótlás bázisok. A cél, hogy a kiválasztott játékosok a fejlődésük szempontjából számukra a legmegfelelőbb akadémiára kerüljenek. Bátor betörés és pontos befejezés. Az ilyen egyéni villanásokat is figyelték a szakemberek. A központi akadémiai kiválasztóra a 2008-ban vagy 2009-ben született sportolókat várták. Debrecenben 40 lányt teszteltek. Ha a válogatottba szeretnék kezdeni, akkor egy jó csapattal kell ugye kezdenem, és így fokozatosan menni. Meg a Debrecennél sok olyan jó játékos van, aki egy válogatottban is játszik, vagy nagyon jó eredményt ért el. És véleményem szerint itt kell elkezdenem. A jelentkezők a tanulmányi felvételi rendszerhez hasonlóan sorrendben 3 akadémiát jelölhettek meg, ezután a hozzájuk földrajzilag legközelebb eső kiválasztón indulnak. Ezeket a hazai akadémiák közösen rendezik, a lányok esetében Budapesten, Debrecenben és Győrben. A DVSC-ből induló korábbi válogatott kapus Kis Éva a Győri Akadémiát képviselte a Hódosban. Azért is jó, hogy mind több helyszínen megrendezik, hogy ezáltal a többi kapus edzővel is tudunk kommunikálni, hogy ki mit lát, hogy lát. Ügyesek voltak a kapusok, elsősorban agresszívnek és bátornak kell lenni, a többit meg majd úgyis meg tudják tanulni. A kiválasztó első körében mindhárom helyszínen ugyanazokat a feladatokat végzik a lányok. Az akadémiák képviselői értékelik őket, majd az általuk választott sportolók meghívást kapnak a második fordulóba Balatonboglárra. November 14-én Balatonbogláron lesz egy egész napos kiválasztó nap, ahol nem csak ezek a gyakorlatok, hanem antropometriai felmérések is lesznek, és ezeknek a felméréseknek és a pontszámok alapján tudjuk eldönteni majd ott Balatonbogláron 14-én, hogy kik azok a játékosok, akik a következő időszakban ezekből a korosztályokból az akadémiákra felvételt nyernek. A lány kiválasztókkal párhuzamosan zajlik az azonos korú fiúk tesztelése is. A 7 államilag kiemelt kézilabda akadémiára összesen több mint 430 fiatal jelentkezett. 6 gólos sikert aratott a Nyíregyháza ellen a Deac futsal csapata az NB1 9. fordulójában. Győzelmével az együttes továbbra is őrzi hazai veretlenségét a bajnokságban. Némi meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést a találkozó elején, amit a félidő feléig meg is tudtak őrizni. Ekkor bő 1 perc alatt 3-szor talált be a Deac. A brazil Thiago 2-szer, Szabó Ábel pedig 1-szer volt eredményes. A játékrész végén a Nyíregyháza szépített, de mint később kiderült, ez volt a vendégek utolsó találata. Fordulás után a házigazda ritmust váltott és 5-ször vette be ellenfele kapuját 20 perc alatt. A debreceniek végül 8-2-re nyertek, és Zsinórban 4. hazai bajnokiukon szerezték meg a 3 pontot. Amikor volt egy jó periódusunk, akkor jöttek a gólok, megvoltak azok az apró hibák, amiket nem szabadott volna elkövetni, és amiket nagyon kegyetlenül kihasznált a Nyíregyháza, de azért érezhető volt, hogy nem lesz itt probléma, hogyha azt a játékot tudjuk folytatni a másik fél időben, amit az elsőben, akkor azért várhatóan az ellenfél ugye elfárad, és ez így is történt. Híradónk végén pedig röviden a holnapi időjárásról. Szerdán reggel párás, ködös, borongós időre számíthatunk. Debrecen térségében helyenként kötszitálás is előfordulhat. Holnap a maihoz hasonló hőmérsékleti értékek várhatóak, hajnalban 7-8, napközben pedig 14-15 fokig melegszik fel a levegő. Önök a napszemlét látták, híradóval szerdán a szokásos időben este 7-kor jelentkezünk. Riportjainkat a dehir.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!